Szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket és az érdeklődőket. Ez alkalommal egy bibliai témával foglalkozunk, mint ahogy szoktunk is a szerda esténként. A Lukács evangéliumából olvasunk igét a 12. részből, a 42. verstől a 48-ig. Vegyük elő akkor a Bibliát, hogyha kéznél van, és olvasom. Mondta pedig az Úr, kicsoda hát a hű és bölcs sáfár, kit az Úr gondviselővé tőn az ő háza népén, hogy adja ki nékik élelmüket a maga idejében. Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor hazajő, ilyen munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága felett gondviselővé teszi őt. Ha pedig az a szolga így szólna az ő szívében, halogatja még az én uram a hazajövetelét, és kezdené verni a szolgákat és szolgálólányokat, és enni, és inni, és részegeskedni. Megjő annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja, és ketté vágatja őt, és a hitetlenek sorsára juttatja. És amely szolga tudta az ő urának akaratát, és nem végezte el, sem annak akarata szerint nem cselekedett, sokkal büntettetik meg. Aki pedig nem tudta, és büntetésre méltó dolgokat cselekedett, kevesebbel büntettetik. És valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle, és akire sokat bíztak, többet kívánnak tőle. A sáfárokról, a gazdatisztekről, a régi gazdatisztekről beszél itt Jézus, és az ő visszajövetelének a várását akarja tudatosítani a tanítványokba, bennünket is ezzel figyelmeztet, hogy készen legyünk, készüljünk az ő visszajövetelére, és azt az időt, amit kapunk, hogy használjuk ki az ő dicsőségére és a lélekmentésre. Átadom a szót Ágénak, hogy mit is látott ebben az ige szakaszban. Köszönöm szépen. Nagyon mélyen megérintett engem ez tulajdonképpen a mai napi kis ige, amit a gyülekezettel együtt a Biblia olvasó kalauz szerint olvasunk, és úgy gondoltam már, hogy nagyon sok évet töltöttem a szolgálatba, talán most már eljönne az az idő, hogy megpihenjek, és teljesen meglepett az igének a konkrét üzenete, hogy boldog az a szolga, akit az Úr, mikor hazajő, ilyen munkába talál. A boldog szolga fogalma ragadott meg, mégpedig az Urat csak boldog, örvendező, szerető szívvel lehet szolgálni, és akiben megvan ez a boldog, mindenek felett való szeretet a megváltó Jézus Krisztus iránt, hogy azt az Úr, amikor visszajön munkába, találja. Mert hogy a megfáradásnak az egyik jele az, amikor az ember úgy gondolja, hogy neki már nincs ezen a földön munkája, bár van élete. Tulajdonképpen a felolvasott ige az éberség, a hűség és a várakozásról szól. A tanítványok figyelmét az Úr a jövőre irányítja,
mégpedig beszél Jézus az ő visszajöveteléről, és arról, hogy hittel kell őt várni, és állandó kércenlétbe kell lenni, hiszen az ő jövetele kiszámíthatatlan. Tulajdonképpen ez a két kicsi példázat is erről szól, a figyelmünket az Úr erre irányítja. Az első dolog, hogy a szolga az urának az a szüntelenül szolgál, a hű és bölcs szolga az, aki hűséges és várakozó, és ez a várakozás pedig a szolgálat teljes betöltését jelenti. Itt, akiről Jézus beszél, ez a bölcs szolga tulajdonképpen egy rabszolga volt. Ebben a korban, a rabszolgaság korában nagyon sok kiemelt rabszolga volt, akiket az ő uraik nagyon komoly megbízással bízták meg. Mi is ez a feladat, a gondviselő feladata, és pedig, hogy a maga idejébe adja ki a szükséges dolgokat. Vajon mi milyen gondviselők vagyunk, és úgy gondolom, hogy itt a lelki gondozói szolgálat az, amit megemlítenék a Krisztus követőjének a szolgálataként. A másik embert lélekben való táplálása. Rengeteg az elcsüggett, nyomorúságban élő ember, testvér, szolgatárs, és aki megfáradt, aki életébe a keserűség felnövekedett, vagy aki életében szükség van arra, hogy valaki a gondját viselje. Lelki értelemben gondot viselni az egy nagyon csodálatos dolog, a vigasztalás üzenetét, a bátorítás üzenetét továbbadni, és hogy idejébe. Nagyon sok az elmulasztott szolgálat, amiket megtehettünk volna, de nem tesszük meg. Nagyon látom azt, hogy nagyon nagy ítélet az, amikor az Úr valamivel megbíz, és nekünk fontosabb dolgunk van, és nem tesszük meg idejébe. És itt nagyon hangsúlyos, hogy a maga idejébe adja oda, amit reggel kell odaadni, azt ne két nap múlva, hiszen nem tudjuk, hogy az Úr mit szánt bárkinek is, és szükség van arra, hogy mindenki erőt vehessen. Az Úr szolgái vagyunk, a feladatunk a Jézusról való bizonyságtétel, az ő bűnbocsájtó szeretetének, a kereszt halálának, az ő áldozatának, a kárhozatból való megszabadulásnak az üzenetét kell, hogy minden ember meghallja. Jézus azt mondta, hirdessétek szélese világon az öröm üzenetet. Vajon ez a készség, ez a szeretet megvan-e bennünk, hogy a testvéreinkről gondot viselünk? Lelki értelemben nagyon fontos, hogy a szülők a gyermekeikről ne csak fizikailag, de lelkileg is gondot viseljenek, hogy naponta imádkozzanak velük, hogy legalább egy igét közösen mondjanak el, vagy olvassanak el, mert hogy az meggyökerezik, és örök életre tápláló gyümölcsöt terem azokba, akiket gondoznak és idejébe gondviselnek. A lelkészi szolgálatom során sok szomorú szülővel találkozom, beszélgetek, akiknek nem volt idejük kicsi gyerekeikkel együtt imádkozni, nem volt idejük a bibliai történeteket elmondani, és aztán hamar felnőnek a kicsi gyerekek, és
a tinédzser kor után már olyan útra tértek, hogy leszakadtak a családról is, és a saját maguk nyomorúságaiba vergődnek, és nem tudnak segíteni. Mert ha nem idejébe adjuk oda az eledelt, akkor később az már nem tud táplálni. Mindennek megvan a maga ideje, és a szolga avval volt megbízva, hogy gondviselő legyen, hogy mindenkiről idejébe gondoskodjon. A másik dolog pedig, amiről itt olvasunk, hogy a példázat így folytatódik, hogy ezt a fajta, mondhatjuk így, gondnoki szolgálatot, szolgálattal vissza lehet élni, és tulajdonképpen Jézus itt tolvajnak nevezi azt, aki nem végzi el azt a szolgálatot, amivel az ő ura megbízta. És itt a szolgálatban, vagy a példázatban az is kitűnik, hogy nincsen tolvaj, aki előre jelezni betörése időpontját, és mi sem tudjuk azt az időt, amikor Jézus vissza fog jönni, mert az Atya nem jelentette ki Jézusnak sem. Jézus maga mondja, hogy az az Atyánál van, amikor annak az ideje, amikor visszajön, de egyet tudunk, mert ez kijelentetett, hogy az idők végén dicsőségben, mennyei dicsőségben, erőben és hatalommal fog visszaérkezni Jézus. Itt tulajdonképpen, ami nagyon hangsúlyos, hogy szeretni az Urat, a megváltó Jézus Krisztust, hiszen ő úgy szeretett, hogy az életét adta értünk. Érted is, és értem is. Vajon mi, a mi szeretetünk az mindenek felett való szeretet, az első helyen van-e Jézus a szívünkbe? Ez az üzenet mindenképpen a szolgálatot teljesítő, újjászületett hívőknek szól, azoknak, akiket az Úr elhívott a szolgálatra. Az Úr mindenkit elhívott, akit ő megváltott. A gonosz szolga szívébe rossz dolgok voltak, rossz volt a gondolkodása. A gazdáját nem szerette annyira, hogy mindent a kedve szerint tegyen. A hideg, szeretet nélküli szolgálatok mindig tele vannak a kísértő és a kísértések jelenlétével. Ó, halogatja még az én uram a hazajövetelt, gondolta helytelenül ez a haszontalan szolga. Ráérünk arra még, a magam dolgai után kell néznem, a magam boldogulását kell keresnem. Ó, még van időm. Van, aki szántóföldet vesz. Ugye olvasok egy másik példázatban, nem érek rá, nem jöhetek, nem tehetem. Annyi sokféle tennivalóm van a saját dolgaimban, hogy én másokkal törődni azt nem. Miben áll a gonosz szolga gonossága? Hát, ugye ezt nagyon sokszor átéljük hívő közösségekben is, hiszen vannak olyanok, akik hűséges szolgálók, vannak, akik rest szolgálók, vannak, akik megfáradtak. A szolgatársaikról való rossz beszéd, a súsárlás. Nem tartja őket jó szolgáknak. Amit csinálnak, az nem jó. Mindig le kell szólni a másik testvért. Mindig szidni kell a másik közösséget. Ez a tolvaj módra való szolgálat, hogy magamat naggyá teszem, a másikat kicsivé teszem. És hogy
Ez azt jelenti, hogy nem arról szól a szolgálatunk, hogy Isten dicsőségére legyen, hogy a bűnös ember megtérésére irányuljon, hogy Krisztushoz vezessük a bűnösöket, hanem hogy magunkat valami módon fölmagasztaljuk. És a gonosz szolga nem ad idejében lelki eledelt, nem lakatja jól az őket, körülvevőket. Hiányzik az élő víznek a továbbadása. Pedig nagyon száraz időszakok is vannak, amikor nagyon fontos, hogy az élő vízhez jusson mindenki. Nem erősíti a szolgatársait, hanem gyengíti. És nem erősíti a szolgatársakat abban a hitben, hogy Jézus visszajövetele közel van. Nem várja az Urat, és így a körében lévők is nem hitben járnak, hanem a láthatókra néznek. Az ilyen szolga csak magát hizlalja. Pedig az Úr visszajön az ő dicsőségében, ahogy a Biblia minden szava beteljesedett, Izraelre és a föld kerekség végére nézve úgy a jövendőre tett kijelentések is valósággá lesznek minden a maga idejében, Istentől rendelt időben, Jézus dicsőséges visszajövetele is. Az újjászületett hívő embernek meg kell újulni naponta a Krisztus várásába, az ő szeretetének a közvetítésébe, hogy az emberek megszabadulhassanak a gonosz rabságából, a kárhozattól, hiszen Jézus ezért halt meg a kereszten. Az a szolga, aki Jézust visszavárja, boldog szolga. Boldogan szolgálja Jézust, mert szereti Jézust. Első az Úr szolgálata, a lélekmentés szolgálata. Amíg nem jön az Úr vissza, addig is munkálkodom, hogy megjöve öröme legyen, hogy minden rendben van, hogy mindenki a helyén van, hogy mindenki az ő szeretetébe és tiszteletébe van. A boldog szolgának mindenek előtt való az ő Ura, és készül, várja, sóvárog, hogy mikor is jön vissza. Jutalma van a hűséges szolgának, mégpedig felbecsülhetetlen jutalma van. Mindenek felett gondviselővé teszi az ő Ura. A Lukács evangélium a 16. részében ezt olvassuk, aki hű a kevesen, a sokon is hű, és aki a kevesen hamis, az a sokon is hamis. A hamis szolgát az Úr megbünteti, és számon kéri. Nagyon sokan hitegetik magukat, hogy Jézus mindent megbocsájt. Így van, ő meghalt a kereszten a mi bűneinkért. De ha mi eltékozoljuk azt a kegyelmet, amit kaptunk, akkor elveszítjük a Krisztus közösségét, az üdvösségünket. Így is olvastuk az ígében. Megjő annak a szolgának az Ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja, és ketté vágatja őt, és a képmutatók sorsára juttatja, ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Kiket is? Azokat, akik a szolgatársaikat verni kezdeni, és akik az enni és inni valót
nem arra fordítják, amire az Úr adta. Ugye itt a szenvedélyek, a részegesség és sok minden másra is utal a példázat. Könyörüljön meg az Úr rajtunk, hogy ne juttasson minket az Úr képmutatók sorsára, mert hogy az Úr bűnt és ünneplést el nem szenvedhet. Nagyon sok üzenete van ennek az igének. Kettő szolgálata van azoknak, akiket Jézus elhívott. Egyrészt a hívő testvérek felé való szolgálat, a bátorítás, az intés, az erőcsítés, a buzdítás, a lelki gondozás, és a másik pedig a kívülvalók, a nem hívők felé való szolgálat. Ez pedig a Krisztus evangéliumának, az örömüzenetnek a hirdetése. És az Úr azért is mondta el ezt a példázatot, hogy a szolgálatban állók éljenek a lehetőségekkel, hogy a gondoskodásukra bízottak javára használják fel azt, amit az Úr adott az ő lelke által, az eledelt, az élő igét, hogy azt elvegyük és továbbadjuk, és ne az önző érdekeink, az emberi szenvedélyeink és az önös céljainkat érvényesítsük. Az elhívottak ítélete mindig súlyosabb. A vétek büntetése, az elmulasztott dolgok, azokat az Úr számon kér, hiszen mindnyájunknak meg kell állni Isten ítélő széke előtt, és azt a kegyelmet, amit az életünk során kaptunk, hogy mire fordítottuk, abban el kell számolnunk. Más elbírálás alá esik az ige szerint, aki tudta az Úr, nem tudta, hogy mi a feladata, és nem volt vele tisztába, hanem a belátás hiányába nem tudta megtenni. Ezt majd az Úr ítéli meg, és mi nem menthetjük fel saját magunkat. Befejezésül egy kérdést szeretnék feltenni. Boldog szolga vagy? Örömmel szolgálod az Urat? Jézus az első helyen van az életedbe, mert hogy az Úr téged is megbízott, megadja hozzá a bölcsességet, megadja hozzá azt a lelki erőt is, amivel szolgálj. Isten soha nem azt kéri, amit nincs, hanem megáld, hogy továbbadd azt, amit tőle vettél, amit mindnyájan hirdethetünk, és kötelességünk és szolgálatunk, hogy az ő nagy kegyelméről mindenkinek bizonyságot tegyünk.